estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Krappáné Pap Ágnes, a Kovács Mihály Tagiskola tagintézmény vezetője, akivel a Kovács Mihály Emléknapok rendezvénysorozatról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Krappáné Pap Ágnes, a Kovács Mihály Tagiskola tagintézmény vezetője, akit azért hívtunk ma egy stúdióinterjúra, mert éppen most zajlik a Kovács Mihály Emléknapok sorozata. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, és tudott is ránk időt szakítani a rendezvény sorozat miatt. Köszönöm szépen a meghívást, és mindig örömmel jövök Önökhöz, hisz megtiszteltetésnek veszük, hogy jelen vannak rendezvényeinken, és ezzel nem csak a résztvevők, hanem Karcag lakossága is egy kicsit bepillanthat a rendezvény sorozatba. Ugye Kovács Mihály Tagiskola, hanyadik alkalommal rendezik meg ezt az emlékműsort, ezt a rendezvény sorozatot, mikor vette fel az iskola Kovács Mihály nevét, és talán egy picit beszéljünk arról, akik esetleg nem tudják, hogy ki is volt Kovács Mihály, miért kapta az iskola ezt a nevet. 25. éve már, hogy az iskolánk fölvette a nevet, tehát ez tekinthetnénk akár kerek évszámnak is. Természetesen szerintem Karcagon már nagyon sokan tudják, hogy Kovács Mihály huszár ezredes, ugye előzetes tájékozódások történészeknek a kutatásai alapján, ugye Karcagon született, és 91-ben, amikor megalakult a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület, az akkori polgármester dr. Fazekas Sándor miniszter úr kezdeményezésére, természetesen ugye az iskola szívesen csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Akkor azt a célt tűzte ki célul maga az egyesület, majd később az iskola is, hogy megpróbáljuk emlékét őrizni, hisz úgy gondoljuk, hogy a huszársága, a hagyományápolás, azért ezek mind olyan fontos dolgok egy ember életében, egy település, egy város életében, amelyre azért méltán lehetünk büszkék, hisz azért a huszárság olyan értékeket közvetít, képvisel, ami a mai ifjúságnak is például állítható, és igyekszünk is ezt minden évben méltó módon megőrizni, hogy el ne felejtse az utókor, és hogy mit is jelent a hősiesség, a kiállás, a bátorság, a küzdés a értékekért. Reméljük, hogy ez a, ebben az évben megrendezésre kerülő események is mindezt erősítik. Tehát ugye 25 éve vette fel az iskola Kovács Mihály nevét, ez azt jelenti, hogy azóta minden évben megtartják ezt a rendezvénysorozatot? Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék erre, hogy 25 éve át a hagyományokat megőrizve, tehát vannak hagyományos rendezvényeink, azért a hét során mindig igyekszünk valami újat, valami mást, egy kicsit ugye mindig az aktualitásnak megfelelően olyat adni, ami a mai kori ifjúságának, és azért érdekes lehet, magukkal viszi, magukkal ragadja, és ebben az évben is próbáltunk azért új dolgokat is beletenni, és reményeink szerint a gyerekeknek is nagy élmény lesz, nem csak a közönségnek, és emlékezni fognak erre az évre is. Ugye elindult ez a rendezvénysorozat, és ahogy a meghívóból is kitűnik, egyre többen kapcsolódnak be a szervezésbe, a rendezésbe. Az idén hogy volt ez, hogyan készültek, mióta készülnek erre a rendezvénysorozatra, egy picit hadd tekintsünk be a kulisszák mögé. Hát a rendezvényre már mindig előtte legalább egy fél évvel elkezdődik a gondolkodás. Ugye kiindulva az egyesülettel,
Tehát az Egyesület a gyűlésein megvitatja, mit szeretnénk, hogy szeretnénk. Természetesen, ugye mi már egy javaslatot teszünk, hogy az iskola mi az, amit a hét során szívesen megvalósítana, és ehhez mindig várjuk a támogatást az Egyesülettől. Ebben az évben is, hogy elkezdődött ősszel a gondolkodás, hogy hogy lenne, mint lenne jó, aztán ezt tett követte. Minden évben ugye fölmerül, hogy szeretnénk valami picikét más, picikét újat, és én úgy gondolom, hogy elnökünknek, miniszter úrnak köszönhetően is, én úgy gondolom, hogy ebben az évben a nagy ünnepi rendezvényünket rendkívül sikerült színesíteni. De természetesen, ahogy ön is mondta, nagyon fontos, hogy a társintézmények, a karcagi önkormányzat, a Városgondokság, a Dérini turisztika és sportközpont, az alapítvány, a Kovács Mihály Alapítvány, és nem utolsó sorban a Kovács Mihály Tagintézmény, illetve hát a Karcagi Alapfokú Művészeti Iskola és annak dolgozói, és mindenki mellék áll ilyenkor, és segítik. És hát akkor ez egy hatalmas összefogás. Igen, igen. Tehát másképp nem is lehetne ezt elképzelni, hisz szerteágazó, amit csinálunk, és én tudom, hogy a város lakosságának a nagy rendezvény az, ami igazán ugye színen van. De az iskola falain belül azért több rendezvényünk van, ami már tényleg kimondottan a gyerekeknek szól, a gyerekekért szól, és ebben bizony a kollégák és a szülők mellettünk vannak mindig. Nézzük akkor át a programokat. Mikor kezdődött ez a rendezvénysorozat, és mi az, amin már túl vannak? Hát a nagy rendezvényen túl vagyunk, ugye pénteken, május 12-én volt a nagy ünnepi rendezvényünk. Biztos, hogy a Karcag lakossága emlékszik, hogy volt időszak, amikor a múzeum előtti parkban zajlottak az események, a nagy rendezvényünk. Immáron harmadik éve a Dérini Színház termében, tehát a Kultúrpalota Színház termében. Ez kérése volt a felkészítő nevelőknek, hisz mindig függvénye a helyszín az épp akkor forgatókönyv szerint készülő műsorunknak. Mi ezt és az Egyesület is tiszteletben szoktuk tartani, és akkor igyekszünk ehhez alkalmazkodva megszervezni a többi részét. Tehát a pénteken megvolt az esemény, az ünnepség. Én úgy gondolom, hogy Dorkovics Ágnes és kollégáinak a segítségével egy nagyon színvonalos műsort tudhatunk magunk mögött, amelynek aztán különleges színes momentuma volt, amit valóban elnökünknek köszönhetünk, a katonazenekar, illetve a díszelgőknek a jelenléte, és engedelmükkel főszeretném azért pontosan a nevüket, mert nagy megtiszteltetésnek vettük, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szép színfoltja volt az ünnepségünknek, megérdemlik, hogy a pontos nevüket is felolvassam. Tehát közreműködtek a 5. Bocskai István Lövész Dandár Hódmezővásárhely helyőrségi zenekar, és Kovács István Őrnagy volt a karmester. Mind a Dérini Színház termében, mind pedig a műsor utáni átvonulás, ami azt hiszem, hogy igen színpompázatos volt, illetve az iskola előtti koszorúzásban is közreműködtek, és ez nagyon nagy élmény volt számunkra, hogy élő koszorúzási zene mellett lehetett ugye a résztvevőknek az emléktáblához, amelyet Györfi Lajos volt tanítványunk készített, föltenni a koszorút, illetve a díszelgők. Be kell vallanom, hogy én magam még soha nem láttam, és egy picikét ugye izgultunk, hogy ez mit fog jelenteni. Színpompás volt, és borzasztóan a gyerekeink tátott szájjal nézték. Én biztos vagyok benne, hogy néhány gyerekben megfogalmazódott, hogy ő katona szeretne majd lenni, mert nagyon-nagyon élvezetes volt nézni ezeket a fes fiatal embereket, amin forgatták a szuronyos puskájukat gyönyörű szépen. Tehát ez egy kicsit könnyedebb volt, de nagyon-nagyon szép
díszelgő bemutatót tartottak a kuszorozás zárásaként, és ők pedig a mindjárt, meg is van díszelgő bemutatót, a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd díszegység Honvéd díszászlóaj különleges díszelgő csoportja volt. Szép hosszú nevük van, de úgy gondolom, hogy megérdemlik, hogy és köszönet mind a katonaszenet a karnak, mind a díszelgőknek így utólagosan is. Aztán a koszorúzáson, amelyen tényleg városunk képviselői, civil szervezetek, intézmények rótták le kegyeletüket, aztán közösen átmentünk a kiállításra a múzeumba. Néhány éve már, hogy partnerként működik közre a Karcagi Múzeum is, és köszönet igazgató úrnak. Mit láthattak az érdeklődők a múzeumban? Hát mindig igyekszünk, és nincs könnyű dolga igazgató úrnak, hisz mindig igyekszik Kovács Mihályhoz, korához, vagy a témához köthető kiállításról gondoskodni, és ebben az évben is én úgy gondolom, hogy sikerült lótartás a Kiskunságban, Nagy Czirok László könyve alapján a kiállítás anyagát a kiskunhallasi Torma János Múzeum állította össze, és a kiállítás pedig megnyitotta Szakál Aurél Múzeum igazgató. Én úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas, és külön köszönet, hogy igazgató úr ugye megnyitott ezt a kiállítást, és én ajánlom Karcag lakosságát figyelmébe. A Birka főzőfesztiválig biztos, hogy fönt lesz, tehát reményeink szerint sokan megnézik. Tehát aki lemaradt róla, az még van, még meg tudja majd tekinteni. És hát ezzel ezután pedig előadás volt, ugye ez is egy hagyományos rendezvénye a főműsorunknak, ahol szintén mindig igyekszünk valamilyen módon kapcsolódni Kovács Mihályhoz, és segítségünkre volt ebben az évben dr. Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársa, aki a Rákóczi emigráció szerepe a huszárság európai és tengeren túli meghonosításában. Nagyon izgalmas előadás volt, és öröm volt hallani a végén, hogy kollégák, résztvevők mondták, hogy nagyon szívesen hallgathatták volna. Tehát egy hosszú nap után azért végesek ezek az előadások, ugye mind az előadó, mind a hallgatóság miatt is. És hát örömünkre szolgált, hogy az előadásunk második részében ugye helytörténészünk Elek György újabb kiadványt készített a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület támogatásával. A Kovács Mihály életének kutatója Póka Pivni Aladárról szól ez a könyv, illetve az elmúlt esztendőben, ugye ő kutatásokat folytatott Kovács Mihály családtörténetét, családfáját szerette volna, de és ameddig eljutott, hisz azért a Kovács név nem egy rendkívüli, tehát elég ugye köznév, bizony-bizony nem volt egyszerű dolga, és ez a kis kiadvány tartalmazza ezt a kettőt, és erről tartott ő nekünk előadást. Ez is izgalmas volt, és nagyon, nagyon köszönjük mindkét előadónak. Tehát ez volt a pénteki. Jött egy pici szusszanás, hétvégén lehetett pihenni és fölkészülni a hétfőre, hiszen ha jól tudom, akkor most egész héten rendezvények vannak az iskola falain belül, illetve falain kívül is. Mi az, ami már túl vannak? A tegnapi napon volt ugye a váltófutó versenyünk, köszönjük szépen a résztvevő általános iskoláknak, örömünkre szolgál, hogy mindig megtisztelnek bennünket. Nem szeretnénk erről a sportrendezvényről sem lemondani, úgy gondolom, hogy évek óta már az iskolák ezt fejben tartják, hogy jön május, és akkor jön a kovácsváltó. Aztán tegnapi nap az egy újdonság volt, Kovács Majálés, hát egy színes, interaktív foglalkozás volt alsós-felsős gyerekeknek. Az alsós gyerekek
köthetően azért megint Kovács Mihályhoz mézes kalácsúszát készítettek, csákót készítettek, sportvetélkedésen vettek részt. Tehát mind-mind olyan dolog volt, amivel egy picikét ugye ráirányítottuk a kicsiknek is a figyelmét. Felsős gyerekeink rajzoltak, illetve az udvaron a felsősök májusfát díszítettek, és az egész napot közösen alsó-felső egy táncház zárta, és örömünkre szolgált, hogy kollégáim között zenészek is vannak. Így ennek köszönhetően élő zenére táncoltunk, ugye kint az udvaron közösen. Az idő is remek volt, és jó volt látni, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés. Tehát a kicsik azok borzasztóan élvezték a néptáncot, és a nagyok között is nagyon-nagyon sokan bekapcsolódtak. Tehát talán az a fajta picikét tartás a népzene iránt, ami még jó néhány évvel ezelőtt érzékelhető volt, a néphagyományok felelevenítésével érződik, hogy most már nem ütközünk falakba, és nyitottak rá a gyerekek, még akkor is, ami tagiskolánkban ugye kevésbé van, mint esetleg ugye más általános iskolában, tehát örömünkre szolgált, hogy ropták velünk a táncot, mert mi magunk kis pedagógusok. Hát a mai nap is izgalmas lesz, mert ma lesz a történelmi vetélkedő, szintén általános iskolásoknak, felsősöknek hirdettük meg, csapatverseny. De ez nem csak az iskolán belüli tanulóknak, hanem nem, a városi, és köszönjük azoknak az általános iskoláknak, akik beneveztek, 5., 6., illetve 7., 8. korcsoportnak, előzetes feladattal, és tehát egy picikét színesíti még, illetve interaktív foglalkozással, előzetes készüléssel. Bízunk benne, hogy ez is nagyon jól fog sikerülni, és a résztvevő gyerekek jól fogják érezni magukat, eredménytől, helyezéstől függetlenül. Mi az, ami még vár a héten a diákokra, illetve a város lakosságára? Hát igen, köszönöm szépen. Valóban ugye nyitottunk egy városlakosságának szóló és nyílt rendezvényel, és zárunk ezzel a rendezvényel a Kovács kapunál. Csütörtökön 11 órakor lesz a záró rendezvényünk. Pánti Ildikó képviselőasszony köszönti majd az egybegyülteket. Tanulóinkkal kimegyünk erre a rendezvényre, reméljük az idő is kegyes lesz hozzánk, és örömünkre szolgál, hogy a Kovács Mihály Huszárbandérium, akik pénteken is, bár gyalogosan, de tiszteletüket tették, hozták a zászlót, illetve díszörséget álltak a Dérinében és a Kovács Mihály domborműnél, most pedig lóval fognak a szokásoknak megfelelően felvonulni, és ezzel is színesítik a rendezvényt. Tanulóink is rövid műsort adnak, és hát természetesen megkoszorúzzuk a emlékhelyet. Ezzel fog zárulni a pénteki napunk, és én nagy szeretettel várok mindenkit a Karcag lakossága közül, aki teheti, látogassa, aki úgy gondolom, hogy élvezetes és nagyon szép kis műsorban lesz része. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és a forró már túlhannak, a hét további részére pedig sikeres rendezvényeket, programokat kívánunk, és hát természetesen jó készülődést a következő rendezvényre, hiszen amint mondta, ha lezárul egy program, akkor már gyakorlatilag elkezdenek gondolkodni és szervezni a következő évit. Sok sikert, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak. Kedves nézőim, mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedves nézőink, most az elmúlt napok városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, Nagyné László Erzsébettől, a Karcagi Kártyai Gábor Kórház főigazgatójával beszélgetünk, hiszen egy nagyon sikeres szakmai konferenciát tartottak. Mi volt ez pontosan, és mi volt a cél?
köszönöm a kérdést, én is tisztelettel köszöntök mindenkit. A Magyar Egészségügyi Menedzser Klub, ez egy országos klubnak volt a háromnapos konferenciája, gyakorlatilag az évzáró közgyűlést is itt tartottuk, a pénteki napon kezdődött a konferencia. Hát azt kell, hogy mondjam, az elmúlt 4 évben ez már a második konferencia, amelyet a Kátai Gábor Kórház meghívására, így Karcagon és a Berekfürdőn rendez meg a Magyar Egészségügyi Menedzser Klub vezetősége. Az első nagyon jól sikerült, 2 évvel ezelőtt is visszavágytak a klub tagjai, és most az új tagok is, illetve akik 2 éve nem tudtak eljönni, közülük is nagyon sokan részt vettek ezen a konferencián. Itt szakmai programmal kezdtünk pénteken kora délután, a szakmai programot követően került sor az éves közgyűlésre, és ezt követően pedig szabad programot szerveztünk a konferencia résztvevők részére. Ez mind a szállodában, de inkább a szombati egésznapos Hortobágyi Nemzeti Parkos program volt az, ami még jobban megragadta hát főként Dunántúlról, Pest környékéről, és hát úgy kell, hogy mondjam, hogy nem a síkságról érkező főigazgató, gazdaságigazgató, orvosigazgató, stratégiai igazgató és egészségügyben dolgozó felső vezetőknek a figyelmét. Nem csak maga a táj, hanem a program is nagyon jól sikerült. Hál' Istennek az időjárás is kedvezett nekünk, mert a konferencia napján végig esős volt, a délután és az este is, de másnap verőfényes napsütésben vehettünk részt a Hortobágyi Állatparkban a vetélkedőkön, amit kimondottan általunk alakított csapatoknak szerveztek. A konferenciának a zárására vasárnap került sor. Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, legalábbis ilyen visszajelzéseket kaptunk, és ahol 4 éven belül már 2 ilyen konferenciát sikerült rendezni, oda-vissza vágynak a vendégek, legalábbis ezt az információt kaptuk tőlük az elköszönéskor. És hát azt gondolom, hogy az is apropója volt ennek, hogy 50 éves a kórház, tehát idén azért még több alkalommal fogunk erről beszélni, de biztos, hogy erről is szó volt. Hogy ne, ezzel indult, legalábbis ez volt az alapja, hiszen a kórház az idejében több rendezvényt valósít meg, az 50. évfordulónak a ünnepélyes megünneplésére, kimondottan az évforduló időpontjában, illetve ezen a napon november 10-én kerül sor, de addig is nyilván a Kátai Gábor Alapítvány a jótékonysági esély, ami április 22-én volt, ennek a célja a parkolók, belső parkolók kialakítása és a park rendbetétele is összefügg azzal, hogy szeretnénk méltó körülmények között megünnepelni az 50. évfordulót. Nyilván a mindennapokban pedig a betegek és az itt ellátottaknak és az itt dolgozóknak a körülményeit és javítani, a színvonalt növelni, de mondhatom azt, hogy még májusban még egy rendezvényünk lesz, ez is országos rendezvény lesz, ez pedig az egészségügyben dolgozó titkárnőknek lesz az országos konferenciája most Karcagon első alkalommal, és hát nem felejtkezünk meg a Semmelweis napról sem, csak úgy, mint ahogy az ápolók napjáról sem felejtkeztünk meg a Kossuth Zsuzsanna emlékéve alkalmából. Köszönjük szépen, akkor még többször találkozunk. Én úgy gondolom, hogy igen, és várjuk Önöket szeretettel, és minden kedves érdeklődőt minden rendezvényünkre. Köszönöm. Köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik az IHS verseny. Molnár Ferenccel beszélgetünk erről. Hanyadik alkalommal szervezték meg? Idén ez a 4. alkalom, amikor versenyzőket fogadunk itt a erdei futópályán. Ahogy elmondtam már a többi versenyeken is, folyamatosan népszerűsödik a versenyünk. Idén rekord nevező létszám érkezett, 250 előnevezőnk volt, és nagyon sokat már vissza kellett mondani, még jöttek volna, csak a verseny szervezésének a lebonyolítása már akadályokba ütközik, hogyha egy csapatban 10-nél több ember van, így ugye 25 célt állítottunk fel, 25 csapat van, 10-10 ember, ez így azért még kezelhető, de ennél többet nem érdemes, mert akkor a verseny hátrányára megy.
Igazából ez a 250 versenyző, ez meg is érkezett, durván még a nevezések folynak. Hamarosan kezdődik a megnyitó, ahova várjuk Kovács Sándor urat, a Szolnok megyei közgyűlés elnökét, ő lesz a hivatalos megnyitó. Lebonyolítunk egy vezérfogadást, megjelenítünk egy vezérfogadást, hogy hogyan történt két vezér találkozása őseink idejében, hogyan fogadták egymást, a béke jeleként hogyan köszöntötték egymást borral, kenyérrel. Ez egy 10 perces kis mementó. Itt van a keleti gyepű vezére, ő fog ebben bennünket segíteni. A 25 cél meglövése után, ebél után még csapatíjász párbaj, távlövészet lesz, úgyhogy igazából teljes napi program. Elmondjuk majd az íjászoknak, hogy ne türelmetlenkedjek, örömíjásznap van, azért jöttek, itt legyenek. Természetesen egyik a másik csapatot ne tartsa fel, de nem kell rohanni, ezért jöttek. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Ebédet bőségesen fogyaszthatnak a Hubai Kft. Jóvoltából, háromféle menüből is választhatnak a versenyzők, úgyhogy igazából minden idilli, az időjárás, a környezet, az emberek nagyon jól érzik magukat. 250 ember, megmondom őszintén, óriási létszám, tehát az országos versenyen tavaly ősszel nem voltak ennyien. Egerben ott azt hiszem 210-220 volt a nevező, tehát ez úgy gondolom, hogy jelzi a munkánk minőségét, hogy szeretik ezt a versenyt Karcagon, és szeretnek ide járni a versenyzők. Akkor mondhatjuk, hogy ez is az országosnál is egy nagyobb verseny, de tudjuk esetleg már az előzetesek alapján, hogy hány településről érkeznek, vagy honnan vannak a legmesszebbről? Igen, hát a települések azok számottevők, 40-50 településről tudunk beszélni, rengeteg egyesület. Van olyan egyesület, ahonnan 16-an érkeztek, van ahol 8-an, nagyon sok egyesület megmozdított a tagjait, tehát nem csak egy-két fővel érkeztek, de van nemzetközi versenyzőnk is Romániából, van a keleti gyepűből, illetve ha a legmesszebbről érkező versenyzőket kell nézni, természetesen mindig az anarchiakat szoktam mondani, a rakamaziakat, vagy lentről szegediek, békés csabaiak, mind itt vannak, akik úgy, ahogy szokták mondani, látogatják a minőségi és jó és kihívás jelentő versenyeket, mert azért a miénket azért is szeretik, mert vannak benne kihívások, hiszen nem csak standard célokra kell lőni, hanem vannak benne kihívás jelentő mozgó célok, amik igazán próbára teszik az íjász tudását. Itt a verseny előtt az előbb két őzike szaladt itt el, és éppen mondták itt többen, hogy jaj, de rendesek ezek az íjászok, nem célozott rá senki. Így van, élő állatot nem bántunk, van itt gumiállat, úgyhogy majd arra kipróbálják a tudásukat. Eszükbe nem jutna egyébként az íjászoknak élő állatot lőni. Én jó versenyzést kívánok, és hát azt, hogy legyen sikeres ez a mai nap, hiszen már minden adott hozzá. Így van, köszönöm szépen. Élünk a lehetőséggel, és bízunk benne, hogy ki is tudjuk használni. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk itt az íjászok gyűrűjében. Rengeteg versenyző van, azt gondolom, hogy ez is jelzi, hogy nagyon jól csinálnak valamit a szervezők. Én azt gondolom, hogy a környék legnagyobb íjász versenyét szervezték meg a karcagi talpasi íjászok. Én gratulálok nekik, hiszen azt látom, hogy azokban az anyagi szervezési nehézségekkel, amikkel ők szervezik ezt a versenyt, egy profi, nagyon szuper versenyt szerveznek, és én azt gondolom, hogy már szinte nem lehet növelni itt a létszámot. Talán Csízi Sándorral beszéltem, hogy azt mondta, hogy 250 nevező van. Én azt gondolom, hogy bármilyen sportverseny örülne, hogyha ilyen sok nevezővel, ilyen sok látogatóval versenyel. Én azt gondolom, hogy a mostani tavasz Karcag legnagyobb, egyik legnagyobb rendezvénye ez. És hát látjuk, hogy itt vannak a kisgyerekek, idősebbek, nyugdíjasok, tehát tényleg igazi családi rendezvény ez, és azt gondolom, hogy családon belül is lesznek versenyek. Így van, hát én is a nagyfiamat hoztam ki, hozta az íját, most már ott hátul az erdőbe gyakorol, hogy én is figyelem, hogy minden rendben legyen. Ő is várta ezt a versenyt, várta ezt a lehetőséget, hiszen neki is van íja, már tegnap otthon is gyakorolt. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép sport, egy nagyon szép hagyományőrzés ez az íjászkodás, és fiúknak, lányoknak egyaránt egy nagyon jó dolog. Reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz, hiszen itt hallottuk, hogy 25 célpont van elhelyezve az erdőben, ami ideális környezet. Így van, nem is gondoltuk, hogy ez az erdélyi futópálya mennyi mindenre jó. Tökéletes egy ilyen gyalog-talpas íjász versenynek. Gyönyörű a táj, gyönyörűek a célpontok, nagyon szuper, és hát reméljük, hogy ennél rosszabb idő nem lesz, bár tavaly kicsit szemerkélt, hát ha idén nem, és egy nagyon jó verseny, nagyon jó hangulatú verseny lesz itt Karcagon.
Köszönjük szépen, és engedjük is vissza a fiámhoz, hogy szurkoljon majd neki. Én is mindjárt kipróbálom az íjat, hiszen már nem a gyermek íjjal lő, amit először kapott, hanem most már egy felnőtt íjjal, és most már azzal is ügyesen bánik. Köszönjük szépen. Köszönöm én is. Köszöntöm nézőket a Dérini Kulturális Központnak kiskocsosi kavalkád idei rendezvényéről beszélgettek Futóni Szabó Margit tagintézmény vezetővel, hiszen a kiskocsosi iskola diákjait mögöttünk a szünetben már készítik elő az első előadást. Hanyadik alkalommal rendeznek már kavalkádot? Nálunk annak van hagyománya, hogy két évente rendezzük ezt a rendezvényt. Úgy gondoljuk, hogy kell egy kis érési idő, hogy felkészüljenek az osztályok. Igyekezünk változatos produkciókkal, a mese, a tánc, a dal, a hangszeres produkciók. Úgyhogy két évente. Hát én mióta Kiskocsoson dolgozom, biztos, hogy ez hagyomány nálunk. Itt is több mint 20 produkció hangzik el, már a felén túl vagyunk, tehát ez is egy nagyon izgalmas volt, de biztos, hogy lesz még meglepetés is. Igen, hát meglepetéssel mindig készülünk, és tulajdonképpen minden osztálynak valami kis táncprodukciója van. Talán azt tudnám így előrevetíteni, hogy a pedagógusok is külön készültek. És hát az is egy fontos dolog, azt gondolom, hogy a másik tagintézménnyel, az Erkel Ferenccel is együttműködnek, és itt is bemutatkoznak. Nagyon köszönjük a zenepedagógusok felkészítő munkáját, színesíti a műsorunkat, minden egyes hangszer, a furulyások, a hegedűsök, a zongora, úgyhogy nagyon szépen köszönném ezúton is a munkájukat. Akkor én azt kívánom, hogy legyen jó szórakozása még mindenkinek a második részben, és hát tényleg az a másfél óra, ami még hát van, az is utána mindenki vigye haza a kis élményét, és ebből még raktározzon, hiszen azért még van a tanévből jócskán. Köszönjük szépen, igen, mi is a szülők és a nagyszülők, a rokonok segítséget, mert ahogy előbb is elhangzott, itt azért kellett egy kis szülői segítség is a jelmezeknek, a szép kosztümöknek az elkészítéséhez, illetve annyit tudnék még előre vetíteni, hogy jövőre megtörik a jég, mert 60 éves évfordulóra készülünk, ezért úgy gondoltuk, már arról beszélgettünk, azt tervezgettük, hogy jövőre is egy hasonló produkcióval ünnepelünk. Addig azért még sok-sok rendezvény lesz az iskolában, melyről majd tájékoztatjuk nézőinket. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Köszöntöm nézőinket! Hamarosan kezdődik a Dérini Kulturális Központban egy lakossági fórum. Gábor Spötle, terrorista szakértő, a meghívott vendégünk, aki először látogatott el városunkban. Köszöntöm itt! Tiketet is okolom, és szeretettel köszöntöm én is a helyi tévének a nézőit. Pár évvel ezelőtt a terrorizmusról még azért nem nagyon beszélgettünk volna itt Karcagon, ma már sajnos egyre aktuálisabb ez a kérdés. Igen, sajnos egy európai problémáról van szó, illetve egy közel-keleti problémáról, egy vallási problémáról, ami ugye a migrációval együtt begyűrözött, és sajnos most már azt mondom, hogy szinte havi egy-két alkalommal hallunk terrorcselekményekről, vagy szerencsésen megkiúsított terrorcselekményekről, ugye, mint most például Berlinben, ahol a nagy erőkkel keresnek a rendőrök három terroristát, akik valamire készülnek, mivel az iszlám állam küldte őket, és ők is a migrációval kerültek be, ugyanúgy, hogy mondjuk a berlini merénylő, vagy az Ansbachi, vagy ugye akik Párizsban végrehajtották azt a szörnyű cselekményt a Bataclan nevű szórakozóhely ellen. Hazánk azért időben lépett a kerítésépítésekkel. Hogyan látja, lehetett volna picit hamarabb, vagy pont időben voltunk? Én azt mondom, pont időben. Ugye nem lehetett korábban, mert a nemzetközi nyomás nagyon nagy volt Magyarországra, különösen Németország meg Ausztria részéről. Ugye amikor megépült a kerítés nagyon helyesen, és tényleg volt olyan, hogy közel 10 000 ember jött át, és alul nullára lehetett csökkenteni a migránsoknak a számát. Rengeteg támadás érte az Európai Uniótól, az Európai Tanácstól, a szomszédos országoktól Magyarországot, és most nagyon érdekes módon, különösképpen Ausztria, hogy az osztrák külügyminiszter úrnak is az álláspontja az, hogy Magyarország nagyon jó időben és nagyon jól cselekedett, és igazából ez a követendő példa, mert sajnos még azt látjuk, ugye közel 2 évvel a nagy migrációs hullám után, hogy a legtöbb európai országnak, akik frontországok, mint Olaszország, mint Görögország, bizony nyitottak a határa, és ugye látom, hogy szegény olaszok is azzal küzdenek, hogy van olyan nap, hogy 6-8 000 migráns éri el az olasz partokat, nagy részt ugye Soros György segítségével, illetve az ő által finanszírozott NGO-k hajónak a segítségével. Hogyan látja most hazánk, mennyire van biztonságban éppen a kerítésnek és a megtett szigorításoknak köszönhetően?
Hát ugye hála a kerítésnek, meg hála ugye a rendőri szerveknek és a titkosszolgálatok munkájának, azért Magyarország, azt mondom, jelen pillanatban az Európai Unió legbiztonságosabb országa. Ugye nincs egy olyan migrációs hátterű társadalmi réteg, aki a terroristákat segíteni, nincsenek radikalizálódott és gyökerüket vesztett fiatalok, mint mondjuk Belgiumban, Franciaországban, Németországban, hanem szerencsére egy egészséges, homogén társadalomról beszélhetünk, és amennyiben ez így is marad, akkor Magyarország továbbra is biztonságos lesz. Ugye soha nem kizárható, hogy valóban kívülről megpróbálnak emberek ártó szándékkal jönni, és mondjuk terrorcselekményeket itt megpróbálni végrehajtani. Ezt ugye nem tudjuk kizárni, de azért én bízom azért mind a rendőri szervekben, a TEC-be, a titkosszolgálatokba, hogy ezt meg fogják tudni akadályozni. Brüsszellel szemben eddig úgy néz, költségkeresen föl tudtunk lépni. Hogyan látja ezt a jövőt? Tehát sikerül ezt tovább vinnünk a saját akaratunkat, vagy valamilyen kompromisszumot kénytelenek leszünk majd kötni? Én bízom benne, hogy sikerül a magyar kormánynak. Azt látom, a magyar kormány nagyon eltökélt, és azért van ugye a nemzeti konzultáció is, ami egy hatalmas nagy bizalom a kormány részéről, hogy minden ember pártállástól függetlenül tudjon ebben a nagyon fontos kérdésben nyilatkozni, mert meg tudjuk akkor mutatni, ugyanúgy, mint egy népszavazásnál az Európai Uniónak, az Európai Tanácsnak és minden olyan országnak, amelyik azt mondja, hogy de igenis el kell osztani szinte korlátlan számban a migránsokat, akik érkeznek, hogy nem, mi ezt nem szeretnénk, mi a hazánk védelmében és a közös Európa védelmében meg szeretnénk azt gátolni, hogy nagy számban érkezzenek emberek ide, akik, mint látjuk, ugye mellékelt példákból integrálhatatlanok, és nagyon sok terrorista van köztük. Az átlagember mit tehet? Tehát azért a politikát tudjuk, hogy mit tesz az átlagember, mit tehet, hogyan védekezhet, vagy vannak esetleg olyan módok, amelyekkel esetleg nézőinknek is elmondaná, hogy mire figyeljenek esetleg külföldre utazáskor? Hát azt mondom, hogy külföldre utazáskor ezt mindenkinek ugye a szívére bízom, meg a saját belátására. Ha valaki mindenképpen mondjuk Egyiptomba szeretne menni, látni az ottani kultúrát, amit én is nagyon tisztelek, és rengeteg alkalommal jártam ott, meg járok oda, mint könnyű búvár. Tehát ezt én megteszem, mert nem szeretném, hogy az, hogy az életemet valamilyen módon a terroristákhoz igazítsam, de veszély az van ezekben az országokban, de mint láttuk, ugyanúgy van Párizsban is. Tehát én azt mondom, körültekintőnek lenni, kerülni nagy tömegeket, koncerteket, ha valaki mondjuk ellátogat Tunéziába, Egyiptomba, Marokkóba, akkor ha mondjuk egy bazárlátogatást szervez, azt mondjuk ne este 9 és 10 között, mikor a legnagyobb tömeg van, mikor esetleg terroristák lecsaphatnak, hanem inkább mondjuk a korai délutáni órákra igyekezzen időzíteni, és legyen körültekintő. Politikai védekezés pedig ugye mindenki töltse ki a nemzetközi konzultációs hívet, és lehetőség szerint ugye utasítsa el azt, hogy ide migránsokat telepítsenek be, és hát közelednek a választások 2018, tehát azt tudom mondani, ott pedig hajrá Fidesz, hajrá Magyarország, és akkor meg tudjuk védeni az országot. Köszönjük szépen! Én köszönöm a megtiszteltetést! Kovács Sándor a magyar közgyűlés elnökével, mint az estházigazdájával beszélgettünk. Mennyire fontosak ezek az ilyen konzultációk? De azt gondolom, hogy én nem szerettem volna azt, hogy olyan történelmi időszakban éljünk, amikor meg kell határozni akár az utánunk lévő generációk, gyermekeink, unokáink sorsát, és ez a migrációs probléma pont ilyen. És azért gondoltam, hogy egy olyan szakembert hívunk le ide Karcagra, amiket akár a televízióban, rádióban nagyon sokszor hallottunk. Georg Spötlének nagyon nagy gyakorlata van abban, hogy akár Afganisztántól a közel-keletig, Európáig mi a helyzet, ebből milyen következtetéseket kell levonni, és a nemzeti konzultációban is kérdéseket tettünk fel, a kormány kérdéseket tett fel ezekről a problémákról. Én azt gondolom, hogy az emberek kíváncsiak, várják a választ, megvan a véleményük is, és azt gondolom, hogy mindenképpen foglalkozik kell ezzel a problémával, és a nemzeti konzultációban pedig akár e-mailen kitöltött, vagy akár levélbe visszaköltött kérdőíveket el kell küldeni, hogy a kormányzat is, és akár Brüsszel is lássa azt a véleményt, hogy mi mit gondolunk ezekről a helyzetekről, akár a brüsszeli politikáról, akár a migrációs politikáról, akár a betelepítési kvótákról. Én azt látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés, az embereket érdekli ez a dolog, mert érzik a bőrükön, hogy a jövőjükről döntenek. És látszik az is, hogy tényleg vidékről is érkeznek idősebbek, fiatalok, tehát minden korosztály képviselteti itt magát. Igen, én azt látom, hogy érzékelik az emberek, hogy mi a valós probléma. Érzékelik azt, hogy mik az állproblémák, amiket próbálnak velük megetetni, mint a CEU ügy. Ez nem érdekli az embereket, ez a dolog. De a migráció kérdése, a bevándorlás, a betelepítés, azt pontosan tudják, hogy az ő életüket és az utódaik életét is befolyásolja, és azért vannak ilyen nagy számban érdeklődők innen Karcagról is, olyan emberek, akik igazából a közélet talán más problémái iránt nem érdeklődik,
érdeklődnek, de ez a dolog érdeklőket foglalkoztatja, és meg is van a véleményük róla. Azt gondolom, hogy biztos, hogy nagyon hosszú lesz ez a mai este, és biztos nagyon sokan fognak kérdezni a szakembertől. Így van, megbeszéltük a Gerlach Pötlével, hogy nagyon sok témát fog érinteni, de lesznek kérdések, írásban begyűjtött kérdések, és igyekszik mindenre válaszolni. Én nekem szerencsém volt előtte egy fél órát beszélgetni vele, olyan tapasztalt szakember, aki a Közel-Kelettől, Afganisztánon keresztül, Nyugat-Európán keresztül testközelből ismeri ezeket a dolgokat, szakember is, és azt gondolom, hogy ha valaki pontos, adekvált válaszokat tud adni ezekre a kérdésekre, akkor ő az. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Kedves televíziónézőket, jelenlétét alapján megállapítom, hogy 10 fő van jelen, távolmaradását bejelentek egy Mikcsek János alkoholmester úr, az ülés határozott képes az ülés megnyitott. Tisztelt képviselőtestület, én itt vágyozom, hogy a soron kívüli testületi ülést a kiküldött meghívóban foglaltattak megfelelően tárgyalja meg a testület. Van-e valakinek egyéb napi rendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor a napi rendi pontokat, a kiküldött napi rendi pontokat teszem fel szavazásra, hogy tudja támogatni. Kérem jelezze, igen, nem, egyhangulat fogadjuk el, köszönöm szépen. Napi rendi kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni valaki ezzel? Hanem akkor térjünk rá a napjelenti pontok megtárgyalására. Tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat három alapítványának, az alapító alkotmányának a módosítását kell megtárgyalnia, mégpedig a polgári törvénykönyv szabályi szerinti elfogadását szeretném javasolni. Egységes szerkezetbe állt mind a három esetben, külön-külön hagynak mondjam, ugyanezt a dolgot, hiszen mind az első három napi rendi ponttal is vonatkozik. A első napi rendi pontunk javaslat a Kovács Imely Alapítvány alapító okiratának módosításáról szól. Vitára bocsájtom, ez kérdés hozzászólás van. Köszöntöm körünkben dr. Mihály László ügyvédről, aki nagy segítségünkre volt abban, hogy a alapító okiratok módosítása teljesen törvényesen és szabályszerűen történjen meg. Ha nincs, akkor két határtani javaslaton kell döntenünk. Először akkor döntsünk a Kovács Mihály Alapítvány alapító okiratának módosításáról. Aki ezt tudja támogatni, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Valamint döntsünk az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról. Igen, nem, tartózkodási egyhangulat támogatta a tisztelt képviselőtestület. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, javaslat a nyelvi laborra, a nyelvi tanulásért, a nyelvtanulási egy alapítvány alapító okiratának módosítására. A szituáció ugyanez. Kérdés hozzászólás van-e ehhez? Ha nincs, akkor először az alapító okirat módosításáról döntsünk, aki tudja támogatni, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról döntsünk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat támogatunk. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk. Javaslat a Karszagért közalapítvány alapító okiratának módosításáról szól. Kérdés hozzászólás ehhez van-e? Szintén két hatalmi javaslatról kell döntenünk. Akkor az alapítókörök módosításáról döntsünk. Aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Valamint az egységes szerkezetbe foglalt okiratról kell szavaznunk. Igen,
nem tartózkodási egyhangulat támogatott. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a 4-es. Javaslat a Madarászín Egyesület Program, a Nemzeti Tehetségprogram, a hazai és a határon túli tehetségsegítő tanácsok tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatására cím elnyerésére két pályázaton való a részvételre. Tisztelt képviselőtestület, pályázat célja a hazai és a határon túli tehetségsegítő tanácsok tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása. 100%-os intenzitású a pályázat. Vitára bocsájtom. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban? Azon túl, hogy örülünk, hogy a óvoda, Madarászínre óvoda ilyen nagy intenzitással ragad meg minden pályázati lehetőséget. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor javaslom, hogy támogassuk a pályázaton való részvételt. Szakbizottság megtárgyalta, gondolom ezt is, és a következő is, és támogatásáról biztosított bennünket. Ha mi is tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem tartózkodásunk, hogy megtanulat szóvalni kell. Köszönöm szépen. 5. napirendi pontunk. Javaslat a Madarászínű Egyesített Óvoda, Nemzeti Tehetségprogram, a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása cím elnyerésére két pályázaton való a részvételére. Hasonlóképpen 100%-os intenzitású a pályázat. Célja a hazai és a határon túli magyar tehetség ígéretek óvodai tehetségkibontakoztató programjának támogatása. Kérdés hozzászólás van ehhez, vélemény esetleg? Ha nincs, akkor javaslom ennek is a támogatását, elfogadását. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat döntöttünk az igen mellett. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkatehet szerint a jövő héten 2017. április 27-én csütörtökön 15 óraig kezdettem ülésezik a tisztelt képviselőtestület. Van egy napirendi ponti javaslata valakinek erre az ülésre? Úgy látom, hogy nincsen, lesz elég anyagi és bőséggel. Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, köszönöm mindenkinek a megjelenését, a ülésen való részvételét, aktivitását, további szép napot kívánva az ülés berekedtet. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk mai vendége Márkus Ica, magyar nóta énekes előadó művész, akivel a hétvégén megrendezett Országos Nyugdíjas Művészeti Fesztiválról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Márkus Ica, magyar nóta énekes, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, és örülök, hogy eltetszett fogadni meghívásunkat, hiszen egy nagy rendezvényen vannak túl, és egy picit talán pihenni kellene. Köszönöm szépen a felkérést, örömmel jöttem, és szívesen beszámolok az egészről, hogyha ezt érdekli, de remélem, hogy érdekli a város, vagy a tévénézőket. A hétvégén rendezték meg ugye szombat-vasárnap az Országos Nyugdíjas Művészeti Fesztivált az Akácsliget Gyógy és Strandfürdőben, vagy ahogy mindenki ismeri, a Kisfürdőben. Ica néni ennek a főszervezője. Talán kezdjük azzal, hogy mikor indult el ez a rendezvénysorozat, mikor jött ennek az ötlete, hogy egy ilyet létrehozzanak, megszervezzenek? Ez 4 évvel ezelőtt, ez volt a 4. ilyen rendezvényünk. Beregfürdőt előtte már csináltok. A Beregfürdője már 22 éves. És az adta az ötletet, ha már Karcagon megépült ez a szép fürdő, akkor miért ne lehetne itt is, olyan kevés rendezvényt tudok én legalábbis a fürdőbe, miért ne lehetne a fürdőbe vagy Karcagon megrendezni ugyan ezt, amit Beregfürdőbe csinálunk. 4 évvel ezelőtt kezdtük, és 800 valahányan voltak, ha jól emlékszem, és attól kezdve nő mindig a létszám, úgyhogy most is 1500 körül volt a látogatottsága a fürdőnek, úgyhogy úgy gondolom mindenki nagyon-nagyon-nagyon elégedett lehet.
Már februárban elkezdődik a szervezés, hogy a klubok az éves programjukba be tudják építeni, hiszen a városban, illetve az országban számtalan helyen van nagy nyári program, strandparti és egyéb nagy-nagy-nagy fesztivál. És így meg is lett az eredménye, mert nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, nagyon-nagyon szép volt az ország minden tájáról. Mondjuk ehhez hozzátartozik, vagy nagy segítség, gondolom, hogy a nyugdíjasok, illetve az éveknek országos szövetségének a zsűri elnöke vagyok a különböző rendezvényeiken, és minden áprilisban 3 nap még Balatonfüreden van az Anna Bellába, ez a hatalmas rendezvény, ahol nagyon-nagyon sok, több mint 2000 ember részt vesz az ország minden részéről, és ott, mint zsűri elnököt, nagyon-nagyon sokan keresnek, meg nagyon sokan figyelnek rám, és én is rájuk, úgyhogy innen rengeteg ismerettség van, úgyhogy Dunántúról is nagyon sokan jöttek, meg fentről, lentről, jobbról, balról, mindenhonnan, hála Istennek. A nagy baj most az volt, hogy ez a vacak időjárás közbeszólt. Heves megyéből, Gyöngyösről, Nyíregyháza környékéről 85-en nem jöttek el, 5 klub. Az utolsó percben mondták vissza, azt mondták, hogy olyan zivatar, olyan jégeső, olyan hideg, olyan rossz idő van, hogy egyszerűen ne haragudjunk, nem indulnak el. Úgyhogy ez nagy baj volt, de hát ez volt most. A szombati rendezvényen is nagyon lógott az időnek a lába. Nézze, hol áztunk egy kicsit, hol sütött a nap, hol hűvösecske is volt. Tehát a vasárnapunk az erősebb volt, jobb volt. Színesebb is volt. Beszéljünk akkor arról, hogy milyen programokkal várták az érdeklődőket, hogyan szervezték meg ezt, mert gondolom, hogy nem csak Ica néni vesz ennek a szervezésében kézben tartja. Igen, tulajdonképpen az effektíve szervezést, a papír munkát azt egyedül csinálom mindig, mert én tudom, hogy kiknek is küldtem el, hova is küldtem, nagyon odafigyelve, hogy jaj, ez a művészeti vezető, de a klubvezető ez, és nehogy összecseréljem a neveket, nehogy összecseréljem, hogy a klubvezetőnek a dátumát, vagy a lakcímét írom a klub, tehát mind a papír munkát én csinálom, és mondom már februárban. Akkor megadunk egy határidőt, most április 10 volt, akkor a jelezzenek vissza, hogy tudják-e fogadni a meghívásunkat. Ha az visszajön, akkor utána ezeknek az embereknek újból kiküldjük a besorolásukat, mert akkor már összeállítom azt, hogy ha van 2 ének, akkor utána egy tánc jön, a tánc után egy jelenet. Változatos legyen, igen. Tehát akkor, bocsánat, gyakorlatilag színpadi produkciókkal jelentkeznek a klubból. Ez abszolút színpadi produkció, igen. És nagyon-nagyon soknak az értéke is olyan, hogy akármelyik nagyobb színpadon megállná a helyét. És akkor utána jönnek a segítők, akik borítékoljuk be, címezzük meg, adjuk fel a postára, és utána összehívunk a rendezvény előtt egy héttel egy nagy gyűlést, és akkor megtörténik a besorolás. Hogy a vendég ne érezzen hiányt, a vendégnek kijáró tisztelettel álljunk helyt, be van osztva már eleve 3-4 ember a kapuba a vendégek fogadására. Ha meglátjátok, hogy jön a busz, ha meglátjátok, hogy akárki jön, menjetek elébe, szeretettel fogadunk, de jó, hogy megjött el, stb. Oda vezető a pénztárhoz, az ajtóhoz. A pénztárnál ott van 2 pénztáros, aki ugye a belépő jegyet szedi. De mögötte már ott van megint 2 ember beosztva, aki a szalagokat feltűzi. Utána már megint ott van 2-3 ember, aki a szalagokat feltűzve a vendégeket elkíséri abba a helyiségben, ahol át tudnak költözni. Tehát gyakorlatilag gördülékenyen, zöldkenőmentesen történik ennek a sok embernek a koordinálása, belépítése. Oda 2-3 biztonsági, úgynevezett biztonsági őrt és 2-3 kis klubtagot odaállítunk, hogy őrködjenek. Akkor ott megint ott van 2-3 ember, aki oda vezeti a színpadhoz őket. A színpadnál megint van 2 férfi, aki ugye idősekről lévén szó, felvezeti azon az 5 lépcsőn. És
akkor felállnak a színpadra, és mindenki előadja a produkcióját. Melyik a közkedveltebb produkció, amivel fellépnek a csoportok, lehet ezt is sorolni? Tehát gondolom van ugye kórus, vagy ének, igen. színi előadás, kis igen, jelenetek. Igazából a tánc, a néptánc, mert olyan gyönyörű, csak a viseletük miatt, olyan gyönyörű viseletekbe lépnek fel, hogy ámulunk sokszor. Meg is kérdeztem most is néhánytól, hogy honnan van pénzetek ezekre a gyönyörű ruhákra. Kaptátok, pályáztatok? És volt, aki azt mondta, hogy pályáztak, most olyan szerencséjük volt, hogy pályáztak, kaptak pénzt. Volt, aki azt mondja, hogy soha semmit, ő saját maguk összedobják, és van olyan klub, például a Szolnoki klubba, ahol az egyik tag varrónő, és ő megvarja mindenkinek a fellépő ruháját, az is óriási dolog, mert nagyon-nagyon drágába kerül a varrás. Tehát mindegyik értékes. Beretyi Újfaluból volt két hölgy, olyan gyönyörű hanggal, adottsággal, színpadi kiállással énekeltek erdélyi dalokat, hogy azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sok ember szeméből hultak, gyönyörűen énekeltek, és olyan dalokat választottak, hogy nagyon szép volt, nagyon. De a népdalkórusok is aranyosak. Van néhány csoport, akiket abszolút jó szándékból, a tiszta szívből és segítő szándékkal mondom nekik, hogy mit nem szabad, mit ne énekeljenek, mert volt ez a rettenetes grafónak, vagy ki, a nyava, ez a cigányfiú, aki ezt a itriszálon, meg szemem, meg a fara, meg, és amikor énekel gyönyörű népdal csokrot, és akkor utána ezt ráadásnak beteszi, nem szabad, ez ront a produkcióját, ilyet nem lehet csinálni. De volt jelenet is, aranyosak, tehát összességében én úgy gondolom, hogy már azért is nagyon-nagyon tisztelendő, hogy ezek a fellépők durván kereke 70-75 között vannak, és egyszerűen van bátorságuk kiállni, és örömmel látszik rajtuk, hogy élnek a színpadon, kiállnak, és énekelnek, és táncolnak, és már ez maga értékelendő. A két nap alatt körülbelül hány csoport lépett színpadra? Szombaton 38, vasárnap 31. És akik érkeztek, csoportok, vendégek, ők el voltak valahol szállásolva, vagy inkább az volt a tendencia, hogy akik szombaton jöttek, este mentek haza, hogyan tudták mindezt koordinálni, megszervezni? Pontosan nem tudom, hogy a fürdőbe hányan férnek el. Azt hiszem, hogy a fürdő 40 embernek tud szállást adni. Igen. Most már elkészült a Szatmári féle étteremnek a felső szintje. Ott is volt 20-néhány ember. És ami még nem volt idáig, hogy 135-en vagy 140-en kértek szállást még a technikumba is, a technikum kollégiumába voltak elszállásolva, és csodáltam, mikor jöttek az igények, hogy ott szeretnénk aludni, mi is ott szeretnénk aludni. Ilyen még nem volt, és azt mondták, hogy annyira jól érezzük magunkat nálatok, olyan jó a víz, meg a hangulat, meg minden. Én saját magam is csodálkoztam, azon mondtam oda az a lányaimnak, hogy képzeljétek már Dunántúról, Csór, Mór, annyira messziről jönnek, és 10 perc a fellépési lehetőség, mert rengetegen vannak, és be kell osztani az időt, 10 percnél tovább, esetleg jelenetnél előfordul, hogy 15 perc, és ezért eljönnek ilyen rettenetes messziről. De jó a társaság, jó a hangulat, lehet kötni ismerettségeket. Pontosan. Szóval nem csak a 10 percért jönnek, utaznak, addig is együtt vannak, jó lehet, hogy nótáznak, ismerkednek, jó idő van, fürödnek, szerepelnek, nézik egymás programját, tehát jól érzik magukat, és jönnek, hála Istennek. És a szeptember 1-2-3 a Berekfürdői rendezvénynek az időpontja, és már most 50 meghívót kiadtak a klubtagok,
a szeptemberi rendezvényünkre is, és abból már 14 visszaigazolás, amit rögtön aláírtak, már itt van nálunk, tehát számítanak a bereki fellépésre is. Ugye Ica néni koordinálta, szervezte ezt a nagy rendezvényt, de ugye azt tudja a városlakosság, mindenki, hogy csoportokat is vezet Ica néni, ők is felléptek? Igen. Tehát nem, erre is tudtak nem, készülni? Nem, vagy ők inkább nem, most a nem, szervezésbe, a lebonyolításba vettek szervezésbe, részt. Lebonyolításba, igen, nagyon, nagyon profi módon mindenkivel nagyon-nagyon elégedett vagyok. Akik a színpadnál voltak, akik a vendégekkel foglalkoztak, a pénztárnál, minden profi módon problémamentes volt. Nem is hallottam, azóta már volt hétfőn a Nádi Rigóval foglalkozás, tegnap a Nóta klubban mindenkit megkérdeztem, és egyáltalán nem volt semmi gond. Hát igen, ez városi rendezvény, és úgy gondolom tényleg, hogy a városnak a hírnevét is viszik ezzel a vendégek, és a jó véleménnyel, a pozitívummal mennek el innen. A népdalkörökkel lesz esetleg a közeljövőben fellépés, igen, verseny, igen, megmérettetés? Igen. Én nem tudom, hogy történt, mert a Kótának a minősítő programjai el szokták nekem küldeni. És most vagy nagyon elfoglalt voltam a szervezéssel, vagy nem, mert most visszakerestem, és nekem nincs a gépemben, tehát nem tudósítottak, és ez nagyon, nagyon bántom most, meg rosszul érint bennünket, hogy Kunhegyesre szoktunk menni minősítésre, és most nagyon-nagyon készültünk, és tényleg nagyon-nagyon szépen mennek a pásztordalok, és ennek a szervezés, illetve most szombattól lesz Kunhegyesen ez a minősítő, és nem tudtunk róla, nem adtuk be a jelentkezésünket, úgyhogy erről lemaradtunk, de az év különböző időszakában vannak minősítések, és majd valahova elmegyünk, mert nagyon sok program van a bereki és a karcagi csoportban is, és lelkes a társaság. Volt néhány tag, akik től úgy megváltunk, igazából kicserélődött, semmi gond, és sok feladatot is kapunk, hála Istennek. Lesz, július 1-e lesz az első nagy rendezvényünk, a Berekfürdő leválásának 25 éves évfordulója, és erre felkértek bennünket egy szép programmal. Külön sátor kapunk, a kitüntetéseinket, mindent ki kell pakolni, fellépünk, és lehet főzni, sütni, ki mit akar, és azt el is adhatja, és az a klub bevételét egy kicsikét gyarapítja, és ezekből a pénzekből tudunk aztán elmenni, kirándulni, mert olyan sokat együtt vagyunk, olyan sokat dolgozunk, hogy úgy gondolom, hogy nagyon megérdemli a társaságát. Igen, szeptemberben vagy októberben szoktunk egy 4 napos nagy kirándulást csinálni, ahol 45-en, 50-en vagyunk, most a Balaton környékére megyünk. Októberben van egy 3 napos rendezvény Egerbe, novemberben egy 3 napos rendezvény Gyulán, és mindenhol szépen szerepelünk. Azon kívül tök fesztivál októberbe, és akkor már megint gondolkodunk, hogy vajon milyen tökös dolgokat lehet összehozni, tökből főzni, tökből sütni, tök faragás, tök dobálás, tök magválogatás, meg a nyavaja tudja, hogy mi jut majd eszünkbe. Tehát sok feladatot is kapunk, amit szívesen csinálunk. Azon felül ugye minden hétfőn és kedden énekelünk, repertoárpróba. Akkor van program is. Van elfoglaltság bőven. Van, igen. Most július 1-e után tartunk egy hónapos szünetet. Többen mennek kirándulni, ürülni, meg egyáltalán családdal, unokákkal lenni, festés, beszélés, mit tudom én. Tehát ilyenkor lebonyolítják, és utána az egy hónap után kezdjük, mert ez a szeptemberi bereki rendezvény, ez megint óriási buli lesz. Teljesen megint. Igen, meg mondom, az már 20
22 éves, úgyhogy oda azért olyan 3000 körül ember jön. Tavaly is annyian voltak, és oda rengeteg meghívót, meg egyáltalán mindent csinálni, és nagyon-nagyon készülni, hogy profi legyen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, gratulálunk a hétvégi sikeres rendezvényhez, és jó felkészülést majd a szeptemberi Bereki nagy rendezvényre. Köszönöm szépen. Is, és a fellépésekre is. Remélem, igen, hogy jól fog az is sikerülni. Hát, hogy akkor aztán milyen lesz az idő, nem lehet tudni. Én egyszer hallottam a tévében Németh Lajos meteorológusnak a jóslatát, és azt mondta, hogy iszonyatos meleg lesz, 40 fok is lesz a nyáron. Most meg azt mondják többen, hogy ilyen változatos, esős, hűvösebb, nem nagyon kell fürdőruha. Hát a fene tudja, hogy lesz szeptemberben. Köszönöm szépen, hogy jó lesz. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kedves nézőim, merre megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mind a magam és munkatársaim nevében is, továbbra is hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk, a megszokott csatornákon kereshetnek bennünket, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, jövő heti viszontlátásra mindenkinek.